A vasárnapi országgyűlési választáson és népszavazáson azok a választópolgárok vehetnek részt, akik a személyazonosságukat, illetve a lakcímüket megfelelő érvényes okmányokkal tudják igazolni, hívta fel a figyelmet a Pécsi Járási Hivatal vezetője. Csiki László elmondta, hogy a személyazonosság igazolására három dokumentum alkalmas, a személyigazolvány, a vezetői engedély és az útlevél, lakcímünket pedig a lakcímkártyával lehet igazolni. Annak érdekében, hogy a választópolgárok szavazati jogukkal élni tudjanak, valamennyi kormányablak ügyeletet tart a hétvégén, így lehetőség lesz az érvényét vesztett, elvesztett vagy megsérült, megrongálódott okmányok pótlására. Az érvényességgel kapcsolatban fontos kiemelni azt, hogy 2020. március 11-e után lejárt okmányoknak az érvényességét a kormány a veszélyhelyzetre, a járványhelyzetre tekintettel meghosszabbította egészen idén május 31-éig. Tehát ha valaki ilyen okmánnyal rendelkezik, az nyugodtan elmehet szavazni, el fogják fogadni az okmányt. A hétvégén nyitva tartó kormányablakok listája megtalálható a Baranya megyei kormányhivatal honlapján, ahol egyébként a zárvatartó intézményeket is feltüntetik. Pécset két helyen várják az ügyfeleket. Az egyik az Uránvárosban, a Szántókovács János egy alatt található kormányablak, a másik pedig a Kertvárosban, az Ajdinger János utca 43 alatt található kormányablak. Kunk lesz nyitva szombaton reggel 8-tól este 6-ig, vasárnap pedig reggel 7-től este 7-ig leszünk nyitva. Fontos kiemelni, hogy kizárólag olyan ügyeket fogunk intézni, ami a szavazáshoz szükséges, tehát a személyazonosító okmányok, illetve a lakcímkártyáknak a pótlására lesz lehetőség. Ha valaki semmilyen személyazonosításra alkalmas okmánnyal nem rendelkezik, akkor a részére ideiglenes okmányt fognak kiállítani a helyszínen, ezzel elmehet szavazni az ügyfél. Csiki László hangsúlyozta, hogy a Kossuth-téri kormányablakban nem fogadnak ügyfeleket, hiszen az épület egy szavazókörnek biztosít helyszínt.